A folytatásban pedig Józsefvárosi Napok Nagy Szabina szervező, önkormányzati képviselő, Mindenes a vendégünk, akinek szintén köszönjük, hogy most ott hagyta egy pillanatra a rendezvényt, hiszen már elkezdtétek délután gyakorlatilag. Ez az egész nap már erről szól? Igen, én is köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel. Hát a mai pénteki napon ugye a sportnapja van a Józsefvárosi Napnak. Hagyomány már, hogy egy ideje, kettőnaposra szervezzük ezt a Józsefvárosi Napokat, és a mai nap az a sportnapról szól ilyenkor. És igen, most a sportbemutatók mennek éppen, úgyhogy 4 órakor kezdtük a megnyitóval, és azóta folyamatos bemutatás van. Szenior torna volt Jobbágy Évával, jogázhattak Figecki Emesével a kedves érdeklődők, az Abobó Fulbrékin tánccsoport táncolt, interaktív táncot mutatott be, a Muay Thai Akaptim Sport Egyesületük és a box köré építették föl a bemutatójukat, és hát működik a Józsefvárosban egy nyíregyházi boxklub a Csalóközben, akik szintén meghívást kaptak erre a rendezvényre, és ők is bemutatóznak jelen pillanatban, és majd még a Spirit Medibol Egyesületnek tudjuk megnézni a bemutatóját a mai délután folyamán. 4 órakor kezdődött a megnyitó, de egészen 2 órától már kint vagyunk a téren, mert a kísérő programok, amelyek szintén a sporthoz, az egészséges életmódhoz kötődnek, azok mind-mind fellelhetők ott a Zungvár sétányon. És hát van pingpong, ki van helyezve a vízidodzsem, ahol a gyerekek kicsit szórakozhatnak, íjászattal ismerkedhetnek meg a kedves érdeklődők, családok, gyerekek nyugodtan kipróbálhatják az íjászatnak a nehézségeit és a rejtelmeit. Van egy jurta felállítva, ahol bőrműves termékeket készíthetnek, fonhatnak, és ott is az úriember, aki velük foglalkozik, nagyon sok titkos rejtelmekbe vezeti be az érdeklődőket, mi is ez a jurta, hogyan is éltek abban, vagy élnek abban, ugye, akik ilyen életmódra adják az életüket, a fejüket, és hát természetesen a kézműves foglalkozás sem maradhat el, mert vannak olyan gyerekek, akiket ugye ez érdekel, az asztalok mellett lehet kézműves foglalkozásban egy kicsit elmélyülni, és nagyon figyeltünk arra, hogy mint ahogy az előző években idén is, sporteszközök vannak kihelyezve, amit nyugodtan használhatnak, legyen az egyensúlyozó eszköz, bosú, vagy ahogy említettem, a pingpongasztal, a tollasütők, tehát hogy nyugodtan lehet egy kicsit a sport felé orientálódni. Hangsúlyt fektettünk arra, hogy az egészséges életmóddal tudjanak megismerkedni az arra látogatók, és hogy egy picit informálódni tudjanak, hogy akár ő nekik mi az, vagy hogyan kellene elkezdeni azokat az apró lépéseket, hogy minél egészségesebb és egészségtudatosabb életet tudjanak élni. Ezért velünk van a Bartáné Balázs Ildikó dietetikus is, aki életmódbeli tanácsokat és a különböző ételeknek a összetevőit, vagy amit tartalmaz, azt mondja el az érdeklődőknek, hogy mit, hogyan lehet enni ahhoz, hogyha sportolunk, és kiegészítjük a mindennapi mozgással, akkor milyen ételeket fogyasszunk, hogy tényleg az egész testünk, lelkünk, testünk rendben legyen. De ráadásul ez tovább erősítheti, azt gondolom, ott a józsefvárosi közösséget. Most, ahogy itt mondtad a neveket, de a Spiritnél is Szilágyi Istvánék, ők is ott dolgoznak egyébként a Józsefvárosban, illetve jó néhány egyesület, akit itt felsorolt elők tulajdonképpen. Ebben a szűk közegben élnek, igen, és itt dolgoznak, igen, akár a nyíregyházi boxklubot is említhetjük, onnan is többen, ugye a józsefvárosi kötődésűek, úgyhogy arra is jó, hogy esetleg akik nem tudják, hogy ott működik egy-egy ilyen egyesület, párház tömnyire tőlük, most megismerkedjenek velük? Igen, mindenképpen ez cél számunkra, hogy föltérképezzük és legyen lehetőségünk bemutatni azokat a jól működő egyesületeket, akikkel nem biztos, hogy minden nap találkozunk, de ezek az alkalmak, amikor ki tudunk települni, kicsit közösen együttműködve tudunk dolgozni és tenni az ottani lakosokért, akkor ennek van egy ilyen hozadéka is, igen, hogy lehet valaki arra gondol, hogy hú, hát stresszes a munkám, stresszes az életvitelem, futni ugyan eljárok az erdőbe, de kellene még mellé valami, és azt mondja, hogy fú, hát akkor lehet elmegyek a Csalóközbe hetente 2-szer, és boxolok egy kicsit, mert az pont úgy mozgat meg, és tényleg olyan stresszlevezető tulajdonságai vannak, hogy utána ezt ő fogja szeretni. Vagy például, hogyha a nők egy kis alapformálást szeretnének, akkor igen, választhatnak bármelyik mozgásforma közül. Ugye akár a jóga is lehet egy olyan alakformáló mozgásforma, amit akár idősek, fiatalok ugye egyaránt tudnak végezni, mert nem jár olyan fizikai vagy erőnléttel. Nyilván nagyon nagy
erőnlét kell hozzá, hogy a saját testsúlyunkat nyújtsuk, lazítsuk, emeljük, de ugye itt akkor szakemberek vannak, akik tudják, hogy hogyan kell ezt elkezdeni, vagy hogyha már próbáltuk, akkor hogyan tudjuk folytatni. Hát az izmokat nagyon jól megmozgatja. Van, nekem azért az emlékeim leginkább a szórakozásról vannak, meg a józsefvárosi napok kapcsán. Egy döbbenetes számot mondtál itt adáson kívül, mikor megkérdeztem, hogy hanyadik józsefvárosi nap, 49. tehát jövőre 50. józsefvárosi napok lesznek. Tehát nekem azért a fellépőkről, a koncertekről, esetleg zenés szórakozásról maradt emlékezetes a korábbi évekből, azért gondolom lesz ilyen is. Így van, így van. Azért azt tudni kell, hogy a józsefvárosi napok az már nagyon-nagyon régóta, nem tudom pontosan, mert erre nincsenek információim, pontos információim, de azért visszagondolva gyermekkoromban mindig két napos volt. Az első nap az mindig valamilyen gyermekszórakoztató program volt. Na most, amióta mi itt a civil szervezetek egy kicsit sikerül aktívabban működnünk, azóta próbáljuk egy kicsit a sport köré, vagy így az egészséges élet mód felé terelni ezeket az első napokat. És ugye a második nap szokott mindig lenni a fő nap, amit ugye említünk is, hogy 49. éve, amikor megépültek az első panellakások ott a Korányi Frigyes utca környékén, akkor az ottani lakók kezdték el ezt a hagyományt, és ez azóta én úgy tudom, hogy nem nagyon maradt ki nap, tehát valóban a 49. józsefvárosi napokat ünnepeljük majd a holnapi nap folyamán, és ahogy már többször is elmondtam, mindig törekszünk arra, hogyha sikerül így a szervezésbe részt vennünk civil szervezeteknek, akkor akik szervezzük, mindannyiunknak van valamennyi emlékképe arról, hogy gyermekkorunkban milyen fantasztikus is volt ez, hogy akár a tűzijáték, akár a fellépők, ahogy te is említetted, vagy akár a kitelepülések, hogy milyen hangulatot tudnak teremteni az ott élőknek, vagy akár az oda látogatóknak, mert már ezt is büszkén mondhatjuk, hogy nem csak a józsefvárosi lakosok látogatják ezt a rendezvényt, hanem jönnek bizony szép számmal, akár Nyíregyházán túlról is, és ez óriási büszkeség számunkra. Én is kertvárosig, én csak vendég volt. Igen, 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 és ez nagyon-nagyon jó dolog, és hát ugye ezen a főnapon lesz az, amikor valóban színpad kerül felállításra, egészen 3 órától, 9:30 utánig, tehát majdnem 10 óra, 11 óra magasságáig folyamatos színpadi programműsor megy, és aki úgy van vele, hogy egy kicsit a színpadtól túlmenne, ő sem fog unatkozni, hanem fantasztikus élményben lesz része, mert törekedtünk arra, hogy valóban a kicsiktől egészen az idős korosztályig mindenki megtalálja a kedvére való szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget, vagy éppen értékközvetítő, informatív lehetőségeket, mert hogy kitelepülések is lesznek, kecskelábú asztalon különböző termékkóstolók, bemutatók sorakoznak fel, lehet kóstolni a termékeket, vagy éppen odaülhetünk egy vérnyomásmérésre, egy cukormérésre, mert hogy ugye az egészségügyi intézményekből is, mint például a Debreceni Egyetem egészségtudományi kara is kitelepül, az egészségfejlesztési iroda is csatlakozik hozzájuk. Hangsúlyt fektetünk arra, hogy megismerjék a fogyatékossággal élő embertársainkat is, tehát a látássérültek egyesületétől, vakok és gyengén látók egyesületétől is, vagy a Fehérbot egyesülettől is lesznek kint szakemberek, és nagy büszkeségünk, 3. alkalommal Ilk község önkormányzata is kitelepül, és azt még nem árulom el, hogy mivel, de nagyon nagy finomsággal készül a józsefvárosi és a nyíregyházi lakosoknak, úgyhogy a holnapi nap folyamán lehet találkozni mindannyiunkkal, és nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit. Bízunk abban, hogy jó idő lesz, és akkor igen, innentől kezdve igen, tényleg lehet szórakozni, ismerkedni, és hát úgy látom, hogy a józsefvárosiak vevők erre, nem is olyan rég volt, és sétátok is például tavasszal, bizony, ha jól emlékszem, igen, és ott is nagyon igen, sokan vettek részt, igen, úgyhogy hát az is egy hagyományteremtő szándékkal indult, majd beszélgetünk róla a 49. alkalommal arról is, hogy most már meg volt a séta. Köszönjük igen, szépen, hogy én itt voltál, köszönöm, engedünk vissza, hiszen javában tartanak még a programok, illetve hát jó munkát kívánunk nektek. Köszönjük szépen. Szombatra.